맞아요. Töröm le a szemüvegét. Az anyát használ. Miért nem... Van egy kötél a seggén. Nézd, ez három ütés volt konkrétan. Na, mi történt? Elvisszakadt? Szlergo, Ofrak, I don't understand. Ja, hogy a princesz Zeldás maszk volt rajta, és azért viselkedett ő furcsán. Zelda megátkozta! Az egy gonosz Zelda, az nem is az igazi Zelda. Hadd győjük! Lucha, lucha! Az, na mondjuk komoly kardja van neki is. Mondjuk most már sokkal jobban nézek ki ebbe a szedbe. Valami jó fejest kell találni hozzá, mert a ruha része az jó, de a fejes az eléggé gagyesz. Pedig az volt a legdrágább. Oh, Yunobo's power of fire. When Yunobo's aura is charged, he can be aimed in any direction for a fiery rolling attack. Igen. Goro! Az igen. Here I go! Charge! No! Igen, most akkor ki... Let's go after princesa. Most akkor kirobbantottuk vele ezt, de várjál, de ne guruljál! Hát nekem még el kellene, hogy tüntesd onnan a tűzről azt a valamit. Ez az, hogy nincs itt sehol. De hát ő, figyeljétek már, Zelda egy teljesen másik dimenzióban van. Tehát akkor hogy gondolja komolyan, hogy... Meta, köszi szépen a Revinek ajándékozott szubot. Köszi a támogatást. Most látom holnap megint klipválogatós videó. Biztos, hogy benne, hogy holnap, Asdelár. Elméletileg ma kellene kimennie 6-kor. De lehet, hogy Ritus holnapra állította. Megnéznéd, hogy biztosan holnap van-e? Mert azt hiszem, tegnap, amikor beszéltem Ritával, akkor abban maradtunk, hogy ma 6 órakor lesz premier. 17-e? Na, holnap meg stream van. És 17-én hányra van állítva? Szia, Viv! Ciao, ciao! A július 17-18 óra. Szerintem egyel félre nyomott. Mert jó, hogy mondod, mert ráírok.
Bocsánat, csak azt beszéltük, hogy ma menjen ki este 6-kor a videó. A 17-ére van állítva. Pillanat. Jó, csak mielőtt elfelejtem, írtam neki, hogy elméletileg az volt a terv, hogy ma 6 órakor menjen ki a júniusi legjobb klippeknek a montázsa a YouTube-ra. Elképzelhető, hogy nem tudott vele végezni, és holnapra fejezi be, de azt is elképzelhetőnek tartom, hogy csak félre lett kattintva. Majd megválaszolja. Ritus ki fog kapni? Jaj, dehogy is. Nem azért, csak úgy emlékszem, hogy tegnap ezt beszéltük. Aztán most meglepődtem, amikor mondtad, hogy holnapra van állítva. Na! Igen, most akkor megvagyunk. Nem, még folytatni kell. Ó, tehát akkor még nem... Aha. Akkor még nincs vége ennek a questline-nak. Viszont itt is van valami, amit kirobbanthatok vele. Lehet, hogy őt érdemes... New Discovery. Véletlen. Ja. Mondtam, hogy mára lett időzítve. Úgyhogy ma... Srácok, írjátok föl, ma 18 órakor premier. Mondta is, hogy köszi, hogy szóltunk. Lőd le! Jaja, úgyhogy ma 18 órakor új vidinyó premier várható a Jatubén. Most mi van, valakit behúztunk, beagróztunk, vagy miért szaladgálsz, mint egy hülye? Oh! Jaj. Várj, mert equipelnem kellene valami bót, ami még megmaradt. Na állj, ez milyen bó, hogy... Ott a láda. Rambo. Rastisi, ez komolyan? Ez volt benne? Hú, de megérte. Meggyullad a nyilvessző a hőségtől. Hú, ezt ezzel is szét tudom ütni, király. Ezt te szét tudod? Úristen, ezt ennyiszer szét kell üttetnem veled? Csöppet sem használom ki a testét. Fölöslegesnek érzem, hogy ez ennyi szer kell. De hát ha ennyi szer kell, ennyi szer kell.
Ja, ráadásul egyébként azért izgulok én is ezeknél a premiereknél, mert én sem láttam a videót, amit csinált Rita. Tehát nekem is konkrétan ott a YouTube-on fogok vele szembesülni, hogy mit vágott, úgyhogy kíváncsi vagyok. Majd szerintem én is megyek, aztán ott fogok topzódni 18 órakor a cseten. Van egy flintem, meg egy rusty claymore, amit nem tudok. Úgy is lebontom az egészet, még akkor is, ha teljesen fölösleges. Fölöslegesnek nem fölösleges, mert jön flint is belőle. Opál! Ez olyan, mint az őr ja... De azoknak még szerintem van is nagyobb haszna. Kösz. Így már megnyugodtam, hogy lejött az egész. Igen, Kedi. Igen. Na nézzük. Határozottan emlékszem, hogy ruhába léptem idebe. Outside equipment is forbidden beyond this point. Hát, remek. Bomba. Hogy már tűnik? Amúgy nem volt rossz azokat szétrobbantani, mert ahogy látom, minden fölrobbant. Igaz, HP-m sincsen. Oké, találtam egy rubályt. Ez azért lehet érdekes, mert azt lehet, hogy meg kell fordítani majd. Illetve fél HP-val való mókolás az így kifejezetten vicces. Ez szinte semmit nem sebez rájuk, oké. Mindenképpen forgatnom kell az időt. Ez volt a recall, igen. Gondoltam, hogy együtt, ez így sok volt már.
Na, akkor most próbáljuk meg ezt az egészet előre úgy, hogy az elején azt a bombát, azt... abban mondjuk nem robbanok bele. Az sokat tud segíteni az elején. Ez mindenképpen jó volt, hogy ezt kirobbantotta, az. Megvárjuk, míg ledobja ide. Nem annyira jó ötlet, ha azt ő ledobja. Ezt lehet, hogy a levegőben röptibe kellene elkapni. Oké, okay. Na ez most izgalmas. Gond ezzel viszont így. Ez honnan az anyámból került ide? Hogy így viszont nem robbant szét, ez a lenti cucc. Az múltkor pont szerencsésen jött ki ezek szerint. Ezeket lezúztam. Az robban. De már megint fél HP-m van. Oké, ott vannak bombák, az jó. Honnan jön? Valaki még dobál. Ott van fönt a sarokba. Visszakapom mind. Ó, ez az. És kinyílt az ajtó. Szuper! Úgy nézek ki, mint egy ilyen kis szamuráj, nem? Ezt nem akarja megenni?
Magic Rod. Na, mi van? Drop. Azt jól gondolom, hogy az egy varázseszköz. Nem, de a pajzsom az rettenetesen menő. Jó, na, ezt sikerült megcsinálni. Ez egyébként tetszetős volt. És most már van 4-em, vagyis most már 5. Az viszont azt jelenti, hogy abból tudok szerválni egy buffot. És az pedig valószínűleg meg is stamina kell majd, hogy legyen. Na, ezt csak azért csináltuk meg, mert felfedeztük, de nem erre kell menni. Mert ez itt egy liknak tűnik nekem. Aha. Jó, itt más nincsen, akkor ide csak berobbantunk. Ja, annyira meleg van, hogy tényleg kigyullad a nyílvessző, mielőtt kilövöm. Gyere ide! Goro! Biztos, hogy arra kell tovább menni. Tudja, hogy ott szerintem egy lyuk lesz, vagy valami. Bubble Jam. Ez nem üti. De ez ütötte. Houston? Most itt az van, hogy ki kell teleportálnom. Nem, a végén zombi lesz, azt beszéltük. Még fél füllel se hallgatózol jól. Szégyeld össze magad. Körülbelül úgy figyelsz rám, mint én rád. És én mindig föl vagyok kérdezve, hogy miért nem figyelek rátok. Hát látod, ezért. Ezért. Mert ti se figyeltek. Jó, abban a lukban nem megyünk le, azt most már tudom. Is sülhetett volna rögtön a lizárd. Na nézzük, ott van valami mob, de annyira most nem érdekel. Én szeretném megtudni, hogy hogyan juthatok el. Oda.
Aha, na várjál. Várjál, mert szerintem oda inkább menjünk az eszközzel. Ahol az indul, onnan föntről tudunk menni szerintem, ha jól látom. Az mi a franc? Az rúpiát ad. Pénz! Egy pénz nyúl! Minna, te figyelsz? Látod, rád figyelek is. Na. Tehát nekem ez az útvonal kell, ez megy oda föntre, amire nekem szükségem van, szerintem. Viszont ennek nincsen meghajtókája. Akkor a meghajtókát, azt nekem kell inventoriból előhúzni. Mondjuk a fanból úgyis sok van. Take out. Így. Rácsattintjuk ennek a hátuljára. Igen, tudom, ezt már előbb is elrontottam, ezt arrébb hozom, ne aggódjál. Most, és most. Szuper. Szevasztok, kupákok! Ezt hogy csináltad? Oké. Én ezért nem fizetek neked, mármint hogy én nem kértem, hogy ide gyere. De menjél, lőjél oda magadat. Mi is? Az igen. És visszajött. Wow! Ez ilyen infinite lövés akkor vele? Ez milyen menő már? Tehát, hogyha egy ilyen járgányon vagyok, akkor ő vele folyamatosan tudok lövöldezni. Csak úgy brahiból is tudok ilyet. Mert ő is bekapcsol, ahogy az eszközök. Ó, wow! Na, ez mondjuk király. Ezt jól látom, ezt mind felhasználhatom? Na jó! Várjál, hát ott a kocsi! Kicsit ilyen Hot Wheels feelingem van ezzel a kocsival. De adom nagyon. Amúgy erre kell jönnöm, szerintetek? Mindegy, menjünk bent. Whoopsie. Na hát ez nem volt belekalkulálva. Nekem erről senki nem szólt, hogy ott lyuk van. Na most ott vagy ugratni kell. De amúgy nincs is olyan nagyon rossz helyen az a kocsi. Kinőtt rajta egy virág, vagy mi? Nem bírom kihúzni. Na most jó.
végül is a célnak lehet, hogy megfelel. Valami hasonlót gondoltam. Hát nem mondom, hogy hiperelegáns megoldás, de a célnak tökéletesen megfelelt, én úgy gondolom. Get out of here. Jó, figyelj, tehát hogy... De side quest megint. Here I go! Charge! De nem erre kell... Úristen, mennyi rakéta. Gondolom rakétával ki kellene őt innen lőnöm, ez lenne a side quest, hogy egy ilyen 8-10 rakétát rárakok a kocsijára. Ez az ő kocsija. Őt meg tudom fogni? Nem. Én ráraknak neki egy pár rakétát. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy a várt eredményt fogja elérni, de én kilövöm őt. Go, bigor, go home! Telerakjuk rakétával. Csak nem tudom, hogy mitől fog függeni, hogy ő fölmegye a kocsikájára. De hát, hogyha elég rakétával felszerelem, akkor alapvetően itt a meg. Kamu? Mi kamu? Hagyjad már, tyap-tyap. Cobble Crusher. Nem néz ki rosszul ez a fegyver, majd meglátjuk, hogy milyen. Még rakjunk rá... még egy rakétát, meg még egy ilyen font is rakhatunk a hátuljára. Akkor viszont azt úgy fogom megcsinálni, hogy ott van a rakéta, kihozom a font, azt rárakom a hátuljára, és a fontnak a tetejére rakom rá az utolsó rakettát. Azzal már innen ki kell jutnia, nem? Tehát ez szerintem a Marsig lőjük egyébként, igen, de hogy annyival már azért ki kellene jutnia innen. Az úgy oda. Ezt meg rakjuk az elejére. Vagy lehet ide a végére is. Na, figyelj, tehát ezzel már csak kiszáll innen. Na, előkészültem. Try getting onto the cart. Figyeld. Igen. És én lövöm ki. Mi az, hogy? Az... Hát...
Remélem az ember is itt maradt bent. Nem, az kiment. Hát az van, hogy én még egy olyan eszközt nem vagyok hajlandó összerakni. Miért nőtt ki egy virág a kocsimból? Picit gyulladtam meg a lávába. Hol az emberem? Na. A lényeg az, hogy ő túlélte. Pillanat. Bocsi! Itt vagyok, itt vagyok. Kellett hoznom már magamnak valami rákcsát. Tehát nem képzeljétek el. Dörmit. Gyuzogtatok ilyen medvét enni? Teniszájjal nem beszélünk? Akkor jó van. Akkor nem beszélgetünk. De Dörmi az egy ilyen medve formájú süti. Tudom, hogy nincs kem. Én nyomtam ki. Hát a Dörmi medve. A medve faszát vedd be. Hát meggondoltam, hogy tudjátok, hogy mi az a Dörmi. Ahhoz nem kell látnotok. A Nuniról is szoktam beszélgetni, azt is el tudod képzelni, hogy milyen, de még nem tudtam megmutatni neked itt a streamen. Mondtam, hogy hoztam egy kis Dörmit, majd kérdeztem, hogy szoktatok-e ilyen medvét enni. Hát szerintem elég egyértelmű volt. Na jó, ha jól érzékelem, akkor ez a sidequest semmilyen fajta módon nem kellett ahhoz, hogy tovább haladjunk, ugye? Ez azért baj, mert akkor viszont nem tudom, hogy merre kell menni. Tehát látom a sárga pöttyöt, ahol világ... Jézusom, mi ez? Tedd le, nem tudjuk mi az.
Gondolom, ha ezt felszabadítom, ez visz. Hát lehet, hogy ez fog körbevenni. Jó van, akkor menjünk megint izével. Ez egy jó nagy kaja. De mit tudok vele kezdeni? Hú, de jó, de ez legalább már nem olyan izé nyomi. Ez ad nekem fan. Ő egy igazi fan. Nagyon jó. Na most figyelj, most összeálltunk így. Lássuk, meddig jutunk. Én ugye elhoztam egy kis rákcsát. Nem mondtam, hogy dör mi. Na jó, lehet, hogy igazatok van. Azt a, ezzel fogunk fölmenni. Na jó, de hogyha visszahallgatjuk és tényleg mondtam, hogy dörmi, akkor valóban nincs igazatok. Ő. Szerintem ez nem így van intended megoldva. Várjál, most kikapcsoltam. Kérek. Here I go. Let's go. Hey, de az miért az én aksimat használja? Haló? Jó, hát akkor figyelj, szerintem mehetünk tovább. Gyere. Kéne enned elég lent van a HP-t. Eszek éppen. Éreztem, hogy csökkent más staminám. Szedtem föl. Here I go. Charge. Charge. Hát az. Menni kéne! Az probléma lesz, hogyha még egy ilyen pak megtámadunk, akkor majd inkább megállok és eszek. Úgy néz ki, hogy megjöttünk. Hú. Hát azt hiszem magasan vagyunk. Hogy pontosan ide, ezt mondtad,
Kérdem, ezen valami rákcsát, találtam, képzeljétek el, Dörmit. Köszönöm szépen, Imhotep! Köszönöm szépen! Én is most néztem. Jó, látod, nem mindig vagyok teljesen hülye. Akkor csak félig, ugye? Oké. Mindegy, így elfogadom. Valószínűleg többet kellene foglalkozni egyébként a kajagyártással. Over there! Azt innen hogy láttad? Zsácok, a tatú az, amelyik így szokott közlekedni, nem? Hogy így összegubózik és így forog. Ő. Na, hát az van. Én már sok videójátékot láttam. Ez nem úgy tűnik, mint ami egy barátságos környezet lesz. Almarillo, aha. Na, az nem ugyanaz, mint a tatú? Hát a karácsonyi tatú. A jó barátokból. Két különböző... Esküszöm, most figyelj, most! Figyelj, Google, tatú... VS Armadillo. No, hát ez ugyanaz. Armadillo rolling into a ball. Hát ez pont ugyanaz. Ez úgy néz ki, mint az Elden Ringbe a piros rész. Ja. És akkor várjál, hol itt a haver? Nem jön? Mert beszélni kell vele. Vagy nem? De. Yeah, it was near here. When I came up the mountain, I saw her. The princess was standing right here, Goro. And then she gave me this fancy mask to wear around. After that, oh, jeez. It's no use. I can't remember anything that happened after that. Azt akkor szerintem nem Zelda adta neki, srácok. Nem, azt szerintem valami gonosz Zelda lesz. Princess! Princess Zelda! We need to talk to you! It's dangerous! Azt tudja, hogy nem ő. Me.
az mégis mi ott? Tripla fejű tűzkukac. Majd jöhetnek a pro move-ok. Gondolom, Lord Feri, hogy itt a levegőbe kell mókolni. Oké. Any ideas, Link? Oh boy, it's real big! Hát, úristen, itt meg... Oké. Mi van? Állj! Mikor jött ide ez? De több is van. I can do it. Még az a baj, hogy pont a dugóhúzót akartam volna megmutatni nektek, ahogy kitérek a izé elől. Az utolsó kőlövedék elől, de arra már nem adott lehetőséget. Annyira jó lenne egyébként ez a játék, hogyha, mint hogyha most nem lenne jó, de hogyha végig lenne voice acting, nem? Csak lőd le ilyen, mint a Nameless King-et. Fú, de beragadt nektek az. Fú, de fáj nektek, hogy én azt a Nameless King-et 500 IQ-val öltem meg. Ú, de nagyon-nagyon fáj. You defeated the monster that emerged from the Death Mountain crater, but Princess Zelda was... Hát akkor megyünk mi is. Na, ezt ismerem, ez nagyon megy. Zuhanni nagyon tudok. Szerintem teljesen le. Csak oda beverhettem volna a fejem. Az láva, gondolom. Abba lehet, hogy nem kellene beleesni. Most jöttünk le először hivatalosan a pokolba. Mi az a rettenetesen nagy valami ott a háttérben? Nem is akarom tudni. Majd mindjárt kiderül. Na, a depthnél akkor most... Figyeljétek, én továbbra sem akarom elhinni, hogy ebben a játékban mennyi tartalom van. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ez iszonytató mennyiség. Tehát az, hogy még a pokolnak is van ilyen hatalmas mapja, a felszín plusz a levegő, jó, a levegő az kisebb, mert ott ugye szigetek vannak, de itt? Ez brutál sok.
Ez így van, Meta. Azt mondja, come to me. Na, a pokolba, ha valaki ezt mondja, az szerintem nem annyira hívogató. Yep. És tök biztos lehetsz benne, hogy az nem Zelda. Viszont, hogyha egyébként váltani akarunk a zombikra, akkor az valamikor mostanában kéne szerintem. Igen, jönnek. Az annyira nem boldog. Na, no, hál' Istennek nem pottyantam bele a lávába. Nem, mert már abból tanultam, amikor múltkor kiszúrtak úgy velünk. Oda kell följutni. Oda építhetek kocsit? Ott a kocsi fele. Ja, meg ebbe pakolhatok bele cuccokat. Na várjál, ez lehet, hogy ilyen lávajáró járgány. Viszont ahogy látom, ez egyelőre egy ilyen háromkerekű megoldás tud lenni. Amúgy három kerékkel is tök biztonságos lenne, nem? Várjál, ebbe azokat a gömböket kell pakolni. Ha van olyanom. Ezeket. Ez is azért használom, hogyha valami olyan jön belőle, akkor azt felfedezzem, mint például gondolom a kerék az ilyen lesz. Aha, jó sok kereket kaptam, igen. Meg a steering sticket sem ismertem eddig. Meg a batterit, És akkor saját szerkezetből kell dolgozni? Aha. Hát figyelj, akkor nézzük meg. Adjunk neki egy lámpát, mert az azért kell. Így, igen. Aztán érdemes lenne még egy kerék. És akkor most már csak egy irányító. Na jó, hát utcú neki. Hát sokat nem látok amúgy, de haladunk. Ezen is föl tud menni? Hát nem. Na most viszont az van, hogy nem látok. Valaki röhögött rajtam. Na várjál, kellene nekem egy olyan, amit múltkor így dobáltam, és akkor láttam is. Ez. Na most ezt hogy vettem elő? Ezt
Ezt hogy veszem elő? Csak így megfogtam a kezembe? Fold. Nem, mert droppoltam. Tehát így kilőttem, de... Biztos, hogy nyillal? Én úgy emlékszem, hogy dobáltam is. Nem. Szerintem tudtam dobni is valahogy. Ahogy a fegyvert eldobnád. Ja, igen, így, és utána választottam ki. Nice. Kösz. Igen, tehát mintha dobnám el a fegyvert, és utána. Hát minden esetre... De, már mint, hogy én így tudok. Én képes vagyok arra, hogy másszak. De akkor a kocsi az eddig hozott minket. Ezt megpróbáljuk elérni, aztán akkor átváltunk a zombis játékra, mert azzal még tudunk játszani egy órácskát, és akkor meg tudom mutatni, hogy ott miknél tartottam, vagy hogy mint tartottam. Oké, dobjunk el még egy ilyet. Szerintem mehetünk fölfele ugyanúgy. Ott is van. Az igen. Nem, annak már nincs értelme, hogy ezt... eldobja, mert hogyha ezt felfedezem, akkor kivilágosodik ez a rész. Tudom, hogy van kisebb is, de én ezt a nagyot szoktam használni. Jó nagy területet világított be. Visszakaptam a HP-mat, és akkor szerintem ugye az van, hogy az a terület, ahova be kellene jutnunk. Na figyeljetek, oda nem kezdek el besétálni, mert az gondolom megint olyan lesz, mint amikor a viking hajóhoz mentünk föl. Úgyhogy itt mentek egyet. Innen viszont nem lesz nehéz emlékezni rá, hogy hol tartottunk, mert itt vagyok a pokol legmélyebb bugyrába, és próbálok behatolni valamilyen épületbe. Jó, nyomjuk, vagy folytassuk innen, és akkor menjünk egy kicsit zombizunk.